Üdvözlök ismétel mindenkit, ismét, te, Haltó vagyok. Egy időben nem voltak, vagy inkább most már vannak ilyen jellegű videók. Látszik az, hogy megyek a határban, és közben vételezem fel a tájat, és közben így gondolkodok is. Nincsen most már ilyen virtuális, szociális oldalak. Még egy maradt, csak videók fel vannak töltve, ez a YouTube. És azon gondolkodok, hogy más oldalakra lesz átmenve, és nincsen nagy a másik. Vannak, de ottan meg máshogyan van, már fizetni kell érte. Nem, ingyenes. A legnagyobb gond az volt, ilyen gond, már valami büdös munkás logikával, nem épp, hogy, hogy az kell, vannak. Van ez a YouTube, és emeltek, ha minél többet csinálsz fel ilyen szociális réternek, vagy inkább a köz munkás szintű videókat, azt szeretik. Nem csak a YouTube-on, más ponolalkon is van. Sokkal nagyobb a rossz minőségű videónak a nézettsége, mint a prémiumnak, mert fizetni kell érte. De azt kell nézni, hogyha a prémiumi fizetnek, az nagyobb. Haszon régebben nem így volt. Voltak ilyen VHS kazetták, vagy inkább DVD-k, és nagy üzlet volt abban még. Voltak a emberek, akik megfogták, kiötözködve. Elkapták a nőket, megbaszták, aztán meg lefideózta, iratott rá feliratot, és tovább árulták. És nem tudom, hogy mi van. Jó, már hány év óta, kiszámolom. Jó, 14 éve. Nincsen annyira kapcsolat tartva. És csak így emlék, ami megmaradt. Akkor jó a videó, ha nincsen vágva. Meg, mert fölösleges kell. Megvágva legyen. És vannak ezek a, kicsit most ilyen technikológiával bemegyünk. Vannak ezek a tömörítések. Nem azt lehet felejteni. Ami régebben egy DVD-re ráfért, rá van írva. Ami látod? 120 perc, vagy inkább 110. Inkább olyan 1,5 óra hossza. Óra 40. Azért nagyon sok filmnek az ideje 1 óra 40 perc. Kb. Vagy 1 óra 20, 25, az meg volt határozva, és annyi fért rá. És azokat a filmeket, ha jól gondolom, azt a mai napig képes minden lejátszani, függően, már ki vannak szedve néhány operációs nyitforráskódóba is a kódekok, hát külön le kell tölteni, vannak ilyen jellegű videók voltak, DVD film lejátszás, vannak ilyen pakkok, rá kell tenni, és már lehet kb. A Microsoftnál is, újabboknál külön rá kell tenni a nyitforráskódó alkalmazás, van ez a VLC, és az ismeri azt a kódekot, és lehet vele játszani, és nem itten szórakozni, vannak ezek a tömörítés,